Mert ugye van producer Pixa. Van mint előadó per DJ Pixa, humorista, entertainer, meg ugye más dolgokkal is foglalkozom. 2 hours later. Akkor kezdjük akkor a zenével, producer. Sor, menjünk sorba mindazokon, amit most felsorolunk. Jó. Tóth Dániel György, azaz Pixa pályafutásának állomásait napokig lehetne sorolni. Volt már hangtechnikus, DJ, előadó, producer, informatikus és még újságíró is. Pixát a legtöbben az éjszakából ismerhetik, mint DJ, vagy a legnagyobb videó megosztó portálról, ahova rendszeresen tölt fel tartalmakat. Jó, sziasztok! Üdvözlök mindenkit Pixa konyhájába! A videói között most már mi is megtisztelő helyet kaptunk. Feljövött a Pixa, hogy a TV2 jól hozzáforgatni, úgyhogy toljam a belemet a stúdióba, különben ki fog rúgni. Nézőinek száma az évek alatt több millióra nőtt, de ki is ő valójában, és hogyan lett az ország legismertebb producere. A válaszokért ellátogattunk Székesfehérvári stúdiójába. Ide, hogy annyira nem engedek már be embereket, csak nagy ritkán, úgyhogy ezt azért vedd megtiszteltetésnek. Tehát megépítettem a stúdiómat anyuéknál, és akkor onnantól kezdve elkezdtek hozzám járni ilyen underground rap előadók. Volt, aki kevésbé volt ismert, volt, aki ismert volt. A nagy áttörés ezután érkezett. Évekig zenei producerként dolgozott Fluor Tomi és Éder Krisztián, azaz SP albumain. Onnantól kezdve felgyorsultak az események, mert azt hiszem, hogy a következő évben az SP lett a legjobb új előadó, a legjobb férfi előadó, meg talán a legjobb klip is. Azt hiszem, hogy 3 ilyen komet díjat nyertünk. Majd jött az újabb mérföldkő. 2011-ben Fluor Tomival együtt készítették el a Mizu című első hazai internetes lágert, ami akkoriban futótűzként terjedt el a fiatalok között. Utána én kimentem Amerikába, nem, voltam Kanadába, utána Amerikába is dolgozni, mint producer, stúdióba, az jó volt. Akon stúdiójában, meg nem tudom, New Yorkban dolgoztam egy olyan stúdióban, ahol még a Tupac is, Tupac, nem tudom, hogy kell ejteni. 2 hours later. Dolgoztam egy olyan stúdióban, hogy Tupac, 50 Cent, DMX, ilyen arcok így rappeltek. De dolgozott már együtt a világhírű amerikai rapperrel, Snoop Dogg-gal is. 2014-ben dalt írt és klippet is forgatott vele, ezután hazajött Magyarországra. Majd megszületett 2015 legnagyobb slágere, ami nem más volt, mint a... De dolgozott együtt az ország leghíresebb előadóival is. Klárikám, fiatalság, bolondság. Horváth Tomi, mi azok, Maricsék, a Valmár, a Telegdi, Zsozé atya, Báj Alex, és ugye Kordáék. Na Gyuri bácsi, mi legyen? Pixa! Most már boldogan halok meg. Csinálj, amit akarsz, nyilván jó élmény volt, meg őnek is azért már van egy szép kis története itt a magyar zeneiparban. Ingyom, bingyom, tálibe! Egyébként nagyon ügyes csávó, egy nagyon legendás alak a zenei életben. Nagyon sok sláger ő felel a háttérből. Nagyon szeretem egyébként minden viccet félretéve. Most pedig autóba pattantunk, de mielőtt elárulnánk, hova vezet a következő útunk, Pixa tovább mesél. A Covid-járvány őt is megviselte. Előadóként és DJ-ként sem láthatták őt a rajongók. Ekkor jött az ötlet, hogy házakat fog építeni, amihez egy építőipari iskolát is elvégzett. Az építőipar, meg ezek a dolgok, ami az meg fizikailag hozó létre olyan dolgokat, nem szellemi termék, és nekem ez így... Tehát, hogy látni azt, hogy egy földből így kilő egy ház. Pixa élete nagy részét autóban tölti. Fellépésről fellépésre jár éjszakánként az ország több pontján, és néha még határon túl is. Egy ilyen balanszt ad az életembe, hogy sose lesz az egyik túl sok, mert akkor mindig ott a másik. Tehát, hogyha nagyon tele van a hócipője az embernek még a zenével, akkor egy kicsit azt így hanyagolja, nem vállal a szannyi bulit, akkor többet vagy kint az építkezésen, beállsz te is vakolni, beállsz te is falazni.
Meg is érkeztünk a következő helyszínre. Ez itt a Pixa ház, ahol feleségével Nórival fognak együtt élni. A folyamatokra a producer nagyon büszke, minden egyes szegletét ő tervezte. De mielőtt többet mesél a házról, én is védőfelszerelést húzok. Volt egy csomó felújítási munkánk, ugye a Covid alatt főleg, mert akkor úgy kénytelen, kelletlen mindenki felújítgatott, mert nem volt máshoz ideje, dolga, kedve. Ilyeneket még nem csináltunk, ez az első olyan, ami tényleg ilyen saját minden, saját beruházás, saját kivitelezés. Minden elektromos, amit nagyon szeretünk, a gáz be se lesz kötve, okosház. Miután leellenőrizte a munkálatokat, indulunk is tovább felesége munkahelyére. Dani és Nóri egy buliban találkoztak még 9 évvel ezelőtt. Azt mondják, szerelem volt első látásra. Azóta pedig már férj és feleség, és a jövőben tervezik a család alapítást is. Szeretnénk igen családot, nem feltétlenül egy éven belül, de majd szépen, amikor jön, nem nagyon szeretek én tervezni. Nóri a fodrászkodás mellett szobrokat is készít. Ez is közös a szerelmesekben. Mindketten szeretnek maradandót alkotni, vagy egy festménnyel, vagy éppen egy zenével. A Danival nem lehet veszekedni. Egy annyira birka természetű ember. Én azért egy kicsit ilyen hebehúrgyább vagyok. Egy életre szerződtünk mi. Igaz? Béke. Béke. Ciao.